Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Marcali Petra vagyok. Nemrég rendezték meg a 9. Koreai Filmfesztivált, ami minden évben egy 3 napos rendezvény. Idén most először a Sugármoziban kapott helyet a fesztivál, és mint minden évben nagyon nagy volt az érdeklődés ez alkalommal is. Voltak visszajáró vendégek, és voltak, akik idén először látogattak el a rendezvényre. Különböző témájú filmeket tekinthettek meg a nézők. Volt köztük modern és történelmi korban játszódó is. Így mindenki megtalálhatta a kedvére valót. Vendégem a stúdióban Iszák Zsófia, aki már 3. alkalommal segít a fesztivál szervezésében. Szia Zsófi! Szia Petra, köszönöm szépen a meghívást! És a Koreai Filmfesztiválról fogunk beszélni. Zsófi az egyik szervezője volt ennek a fesztiválnak, úgyhogy az iránt érdeklődnék most, hogy milyen felkészülés előzte meg ezt az egész rendezvényt. A legutóbbi már a 9. Koreai Filmfesztivál volt, amit a Koreai Kulturális Központ szervezett meg, idén már ugye 9. alkalommal. Szerencsére ez egy nagyon népszerű rendezvény, így a szervezők is igyekeznek évről évre újabb és újabb programokat becsempészni, illetve úgymond sztárokat, rendezőket, színészeket meghívni erre az eseménysorozatra. 2016. november 8-a és 19-e között valósult meg ugye ez a legutóbbi fesztivál, és én 3 éve önkénteskedem, és erősítem a filmfesztiválnak a csapatát, mit leendő rendezvény szervezőivel, illetve a Koreai Kulturális Központtal már több esemény szervezésében is részt vettem. A következő jubileumi 10. Koreai Filmfesztiválra már nagyban elkezdődött a készülődés. Ilyenkor nálunk ez önkéntesi részről úgy néz ki, hogy megnézzünk minél több filmet, ezeket ellenőrizzük, hogy jó-e a szinkron, jó-e a hang, hogy jó helyen van-e a felirat, és minden rendben van-e ezekkel a filmekkel. Az első mozzanat, hogy önkéntesként is, az önkéntesi csapat tesz javaslatokat a Koreai Kulturális Központ munkatársaival együtt, hogy milyen filmeket érdemes megnézni a következő filmfesztiválra. Ez már a 9. Koreai Filmfesztiválnak a végén ez megtörtént, ez a javaslat tétel, és a Koreai Kulturális Központ ilyenkor utána jár ezeknek a filmeknek, hogy miket érdemes a nagy közönség elé tárni, miket tudnak beszerezni a következő fesztiválra. A 9. Koreai Filmfesztivál pedig ugye, ami 2016. november 8-a és 19-e között zajlott, ezt már több helyszínen is, illetve már sok-sok éve több helyszínen megrendezik. Például Budapesten ugye a Sugármoziban volt 2016-ban, de voltak vetítések Debrecenben, Pécsen és Szegeden is. Ennek ugye az a lényege, hogy Magyarországon a koreai kultúra ne csak Budapest központú legyen, hanem minél több helyre el tudják juttatni a koreai rajongókhoz, mert vannak koreai rajongók. És a rajongók hány film közül válogathatnak? Mennyi a volumenője? Mindig ugyanannyi a mennyiség, vagy egyre növekvő ez a film mennyiség, amit megnézhetnek a látogatók? Hát ez teljesen változó, de általában igyekszünk minél inkább kiszélesíteni ezt a palettát. 2016-ban 20 különböző film közül választhattak a látogatók, és nagyon sokan érkeztek olyanok is, akik először hallottak a koreai popkultúráról, koreai filmezésről egyáltalán, viszont nagyon sokan céltudatosan jöttek a rendezvényünkre. Milyen típusú filmek vannak, amik szerepelnek a palettán? Tehát, hogy drámától kezdve komédiáig minden, vagy vannak olyan filmek, amikre kifejezetten, vagy olyan stílusú filmek, amikre kifejezetten nagy hangsúlyt fektettek? A 9. Koreai Filmfesztiválon nagyon sok tradicionális film volt, ilyen régi típusú film, ami a középkori Korea hangulatát idézte. Ezt nagyon szeretik a látogatóink, sokan keresik az ilyen történelmi ihletésű drámákat, filmeket, viszont nagyon sok vígjáték van, nagyon sok komédia, amik a mai világban, a mai korban játszódnak, ezeket is nagyon szeretik a nézők. Itt törekszünk arra, hogy azért minden korosztályt és minden érdeklődési kört lefedjünk, vannak ugye vígjátékok, történelmi játékok, illetve vannak komolyabb filmeink is, dokumentumfilmtől a rajzfilmen keresztül, mindenféle. Ezeket a filmeket a fesztiválon feliratosan vagy szinkronosan nézheti meg az odalátogató közönség? Mert ugye, hogy a koreai nyelv azért szerintem elég rendesen eltér az európai nyelvtől, amit megszoktunk. Ezek főleg feliratos filmek. Magyar és angol felirattal láthatóak ezek a filmek. Ezt gyakran az önkénteseink készítik, csak ugyancsak, illetve a Koreai Kulturális Központnak a munkatársa, ugyanis ezek a filmek gyakran nem rendelkeznek magyar felirattal. Viszont magyar hanggal elmondással is nézhetőek ezek a filmek, amihez esetleg nem tartozik angol felirat. Viszont szerintem nagyon lényeges az, hogy ugyanazt a hatást, ugyanazt az atmoszférát meg tudják teremteni a filmek, és ehhez az eredeti szinkron nagyban hozzátesz. Illetve szerintem ezt a nézőink valahol el is várják, hogy
hogy ugyanazt a hangulatot megkaphassák, mint egy koreai néző. Illetve, ugye, akik kifejezetten rajonganak a koreai kultúra iránt, hát azért ők gyakran tanulgatják is a nyelvet, így neki külön élmény az, amikor egy-egy szót felismernek a koreai szövegben. Hány éveseknek rendezitek ezt a fesztivált? Ez kortalan? Bárki mehet rá? Abszolút kortalan, szerintem. A filmeknek a változatosságából is látszik, hogy sok van, ami fiataloknak szól, tehát az érdeklődőknek a nagy része a fiatal felnőtt, fiatal korosztályba tartozik, viszont ezek a filmek tényleg kortalanok, mint ahogy bármilyen magyar film is bárkinek szólhat, illetve bármilyen amerikai film is, hogy a koreai filmekből is természetesen többféle van, és mi igyekszünk minél többfélét elhozni a magyar közönségnek, hogy mindenki élvezhesse, és egy kicsit belekóstolhasson ebbe a kultúrába. Vannak különböző programok ezen a fesztiválon. Említenél egy-kettőt ezek közül? A koreai filmművészet mellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezek a filmfesztiválok egyben a koreai kultúrához is közelebb hozzák az embereket, és nem csak a tradicionális kultúrához, hanem a popkultúrához is. Ugye ezeket ilyen prospektusokban hirdetitek, ha jól tudom, és nagyon sokat osztogattatok is a helyszínen, bizony, ahogy én láttam, és nagyon sokan abból informálódtak, ahogy te is mondod, hogy nem tudták, hogy mi ez, de megtetszett nekik. Mit lehet tudni? Ezeket a prospektusokat is ti szerkesztitek össze? Nem, ez nem az önkéntesek része, azért egy prospektusnak az elkészítése az, hogy az igazán jó legyen, és profi legyen, azt a Koreai Kulturális Központ intézi az ilyen reklámfeladatokat, viszont valóban rengeteg prospektust osztunk ki ilyenkor önkéntesként. Nagyon népszerűek a koreai gasztronómiával kapcsolatos prospektusaink, a turizmussal kapcsolatos, sokszor szoktunk ilyenkor szöuli térképeket osztogatni, rengeteg tényleg ilyen turisztikai anyagunk van, és ezeket el is kapkodják, mert ezek nagyon-nagyon szépek, nagyon jó minőségű képekkel, tényleg olyan prospektusok, amit nem csak egy ilyen lap és következő kukába kidobsz, hanem ezeket szívesen rakod el, és szívesen nézegeted. Lapozgathatóak. Sőt, amiket ugye én láttam, azokban magyarul is, illetve koreaiul is voltak leírások a filmekről, illetve a címek is le voltak írva magyarul is, koreaiul is, úgyhogy ahogy említetted, azok, akik már tanulják a nyelvet, esetleg ebből is gazdagodhatnak, hazavihetik, és kipróbálhatják még a nyelvtanulást is. Ez célja ennek, hogy fejlesztjük akár az embereknek ezt a rálátását az egész koreai kultúrára, hogy mi is ez az íráskép. Hát ezek a prospektusok az információ konkrét átadása mellett, nyilván, ahogy te is mondtad, azt is elősegítik, hogy egyáltalán barátkozzunk az íráskép egyáltalán, milyen betűket használnak Koreában. Hogyha már valaki ezt elkezdi nézegetni, és elkezd ezzel szimpatizálni, vagy egyáltalán csak ismerkedni, az is szerintem sokat mozdíthat előre, hogyha legközelebb meglát egy feliratot, és aha, azt mondja, igen, ez koreai. Tehát nem már csak a különböző jeleket, és valami ázsiai, hanem már tudom, hogy na ezt akkor a koreai dolgokhoz tudom kapcsolni. És ugye térjünk vissza magára erre az egész rendezvényre. Tudsz arról mondani már információt, hogy melyik volt a legkeresettebb film? Hát a legnépszerűbb filmek között ugye tipikusan a nyitó filmet említeném, amire általában nagyon sokan szoktak eljönni. Ez a 9. filmfesztivál alkalmával a Királyi Szabó című film volt. Ez egy gyönyörű alkodás, gyönyörű díszekkel, tradicionális ruhákkal, sokszor rengeteg közönségdíjat elnyert filmről beszélünk, ide nagyon sokan szerettek volna bekerülni, illetve azt még kiemelném, hogy a Szobalány szintén egy ilyen, amire nagy érdeklődés volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Zsófi, köszönöm, hogy beszéltünk a Koreai Filmfesztiválról, és hát remélem, hogy a következő alkalommal is részt tudsz venni, és akkor meg tudod nézni majd a következő filmeket. Nagyon várjuk is. Már, igen. Köszönöm, hogy itt voltál velem. Én köszönöm. A filmfesztivál alkalmából sokan eljöttek a rendezvényre. Volt, aki külön emiatt az esemény miatt szervezte át a programját. Én úgy tudtam eljönni erre a filmfesztiválra, hogy eredetileg dolgoztam volna, viszont direkt kihagytam egy munkanapot csak azért, hogy el tudjak jönni, mert nagyon szeretem a koreai filmeket. És nagyon örültem, hogy nagyon sok filmet vetítenek, különböző műfajúakat, tehát vannak ilyen újabb filmek, vannak régi kosztümös filmek is, és szerintem ez nagyon jó azoknak, akik egyébként nem ismerik a koreai filmeket. Te egyedül jöttél el, vagy valakit kell? Az egyik barátnőmmel jöttem el, aki szintén koreai rajongó, úgyhogy mi már láttunk több koreai filmet is együtt, és úgy gondoltuk, hogy sokkal nagyobb élmény lenne, ha nem otthon a számítógépen néznénk, hanem itt a moziban. Van kedvenc? Van kedvenc, igen, a 20 vagy 20, így fordították magyarra, film. Ebben az egyik kedvenc koreai színészünk Kim Woo-bin játszik, akit nagyon szeretünk, és szerintem egy csodálatos film. Ugye említetted, hogy vannak kosztümös és modern filmek, ezek miben különböznek?
Mert ugye a kosztümös filmek általában valamilyen történelmi időszakban játszódnak, próbálnak korhűek lenni, tehát akár egy megtörtént eseményt dolgoznak fel. Meg vannak ezek a modernebbek, amik mondjuk egy tipikus ilyen amerikai filmhez hasonlítanak, valamilyen akciófilm, vagy mondjuk ez a 20, amit én láttam, az is ugye 20-as éveiben járó fiatalokat mutatnak a mostani jelenlegi világban, tehát nem ugye a régi történelmi időszakban. Tudnál valami olyan speciális dolgot mondani, ami kifejezetten az ázsiai vagy koreai színjátszásra jellemző és európaitól különbözik? Hát ha nem is feltétlenül a színjátszásra, de szerintem a koreai filmekre alapvetően jellemző, hogy sokkal nyugodtabban és lassabban csinálják meg a filmeket. Értem itt ez alatt, hogy sokkal merészebben használnak hosszabb vágásokat, nem feltétlenül olyan pörgős, mint egy amerikai film, és szeretnek nagyon hosszan arcokat mutatni, amiken látszanak az érzelmek. Az amerikai filmekben szeretik pörgősen megvágni, hogy ezt is csak nagyon gyorsan lásd, és éppen csak érzéked, de itt akár egy teljesen hosszú érzelem kavalkádot is mutatnak végig az arcon egyetlen vágás nélkül, és én ezt nagyon szeretem. Jövőre visszajössz erre a rendezvényre? Feltétlenül. Nekem ez volt a legelső alkalom, én még soha életemben nem vettem részt ilyen eseményeken. Igazából én nagyon szkeptikus voltam mindig is ezzel a koreai világgal, mert soha nem éreztem magaménak. Annyi viszont, hogy az egyik barátnőm nagyon szereti, és ő beszélt rá arra, hogy jöjjünk el, mert úgy gondolta, hogy sikerülne megszeretnem ezt az egészet. Hát megnéztünk több filmet is, volt történelmi jellegű, és volt olyan is, ami így a mai világról szól. A kedvenc film az a Szobalány volt, ez nagyon tetszett, viszont továbbra is azt érzem, hogy nem igazán mondom magaménak ezt a kultúrát, és nem igazán rajongok érte, de viszont ennek ellenére úgy gondolom, hogy maga az egész rendezvény remekül volt megszervezve, nagyon jó volt a kiszolgálás, és számomra meglepő volt, hogy milyen óriási nagy tömeg jelent meg. A közönség igen sokszínű volt, és a vélemények igencsak megosztóak voltak. Előfordult, hogy valaki nagyon lelkesen fogadta a fesztivált, de az is megesett, hogy valakinek nem nyerte el a tetszését. A 9. koreai filmfesztivál minden esetre sokakat elcsábított, és a szervezők remélik, hogy a következő, ami már jubileumi rendezvény lesz, még többeket fog majd oda csábítani. Egyelőre annyi biztos, hogy a következő rendezvény majd novemberben lesz. Én köszönöm a figyelmet, és mindenkinek kellemes napot kívánok!